Rendőrgyilkosság Budapesten. Egy őrjöngő férfi három rendőrt megkéselt, egyikük meghalt. A belügyminiszter Hősi halottán nyilvánította. Beléptünk a veszélyek korába, Magyarország azonban az összes veszélyre aktívan reagált, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A magyarok többsége szerint korrupt a brüsszeli vezetés, derül ki egy felmérésből, közben újabb baloldali képviselők mondtak le a botrány miatt. Átadták Magyarország legerősebb szuperszámítógépét, a teljesítménye percenként 50 ezer laptopénak felel meg. Ez a híradó fél nyolckor az M1-en, Rapp Ferenc vagyok, jó estét kívánok! Megrázó történettel kezdjük a híradót. Meggyilkoltak egy fiatal rendőrt tegnap este Budapesten. A 29 éves főtörzsőrmester társaival egy újbudai társasházhoz vonult ki, ahol egy ott lakó férfi kalapáccsal rátörte egyik szomszédjára az ajtót. Amikor a rendőrök meg akarták bilincselni, hirtelen rájuk támadt egy 17 cm penge hosszúságú késsel. Mindhármukat megsebesítette, egyikük belehalt a sérüléseibe. Az elkövetőt csak úgy tudták megállítani, hogy lábon lőtték. Sérült rendőrök kértek segítséget rádión pénteken késő este, miközben egy férfit fogtak közre az egyik fehérvári úti villamos megállóban. Többször is felszólították a kiabáló férfit, hogy ne mozduljon, de az ellenszegült és futva próbált elszökni. Előbb egy figyelmeztető lövés dördült, majd a rendőrök lábon lőtték az őrjöngő férfit, és a közben megérkező erősítés segítségével elfogták. Úristen! Pillanatok alatt rengeteg rendőr érkezett, hogy segítsen a bajtársain. Az autók villogva hosszú sorban álltak, a kereszteződést lezárták, a forgalmat elterelték. A házak erkélyein pedig döbbenten álltak a lakók. A férfi nem sokkal korábban egy Lecke utcai társasházban kalapáccsal beszakított a szomszédja lakásának ajtaját. Ezért kértek segítséget a ház lakói a rendőrségtől. Három rendőr a lépcsőházban fogta el az őrjöngő férfit, aki miközben meg akarták bilincselni, hirtelen rájuk támadt. Ütött és rúgott, majd egy 17 cm penge hosszúságú késsel mindhárom rendőrt megszúrta, majd az utcára menekült. Háromból csak ketten tudták követni. A támadásban az egyik rendőr a combján, a másik a karján és mellkasán sérült meg. Harmadik társukat szívtájékon érte az egyik szúrás. Ő később a kórházban életét vesztette. A ház előtt még pénteken reggel is több rendőrautó állt, illetve a lépcsőházban is folytak a vizsgálatok. A gyilkos által beszakított ajtót fóliába csomagolva késő délelőtt szállították el. A rendőrök hosszú órákig dolgoztak a területen. Borzalom ez, hogy ilyen megtörténhet. A környéken élőket sokkolta a tragédia, többen még napközben sem tudták feldolgozni a történteket. A híradónak azt mondták, felfoghatatlan azt látni, hogy egy rendőr életét veszti, miközben az embereket védi. Arra ébredtem föl, hogy lőnek, és azt hittem rakéta. És megijedtem, és jöttem az ablakhoz, mert itt lakom, igen. És aztán többet nem láttam, csak azt, hogy itt volt egy 20-30 rendőrautó, és villogtak. És jött a mentő, és elvitték. Azt láttam, hogy betették a mentőbe. Szemtanúk arról is beszámoltak, hogy a férfi nem volt hajlandó együttműködni a rendőrökkel, és ellenszegült az utasításoknak. A figyelmeztető lövésre lettünk figyelmesek, és akkor ugye rohantam az ablakhoz, és abban ugye láttam, hogy már az elkövető a sineken ugye úgymond ül, és néha így fekszik. Ugye a két rendőr akkor kérleli, hogy ne mozduljon, feküdjön le a földre, ugye, de ő ült tovább. Ezt követően ugye mondták, és ha nem fekszik le, akkor ugye lőni fognak. Az elkövető ugye elkezdett futni. Pongrácz Anita arra is emlékezett, hogy a férfi az elfogása előtt sokáig hangosan ordibált, majd miután megbilincselték, próbálta letagadni a tettét. Aztán később mondta, hogy nem ő volt, csak rá akarják kenni az egészet. Aztán x idővel később már ugye mondta, hogy ő csak önvédelemből szúrt, úgyhogy itt hadovált össze-vissza. Mások kamerán kívül arról beszéltek, hogy a rendőrgyilkos férfit a környéken régóta ismerték agresszív, kezelhetetlen és kötekedő természetéről. Rendszeresen visszaélt fizikai erejével, ezért sokan elkerülték. Többen úgy tudják, kábítószerekhez is köze volt. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, az ügyben több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés miatt nyomoznak, illetve nyomozó csoportot is létrehoznak. A férfi őrizetben van, kihallgatása után indítványozzák letartóztatásának elrendelését.
Napközben már ki is hallgatták a rendőrgyilkossággal gyanúsított férfit, aki nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Az ügyet külön nyomozócsoport vizsgálja a központi nyomozó főügyészségen. Kora délután főváros szerte megszólaltak a szirénák és fekete zászlókat helyeztek ki a meggyilkolt rendőr emlékére. A 29 évesen elhunyt Baumann Pétert hősi halottá nyilvánították. Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban együttérzését fejezte ki az elhunyt rendőr hozzátartozóinak. Egyszerre szóltak a szirénák pénteken délután 1 órakor a közlekedésrendészeti főosztály épülete előtt. Az egyenruhások percekig néma csendben tisztelegve álltak a szolgálati járműveik mellett, így emlékeztek elhunytársukra. Ez már a 11. kerületi rendőrkapitányság. A teljes őrs dísz egyenruhában vonult ki az épület elé, délután itt is szirénázással emlékeztek Baumann Péterre. Pénteken az ország valamennyi rendőrségi épületére kitették a fekete zászlót, és a gépjárművekre is gyászszalagot tűztek ki. Délután 5 órakor pedig gyertyagyújtással emlékeztek a 29 éves korában szolgálatteljesítés közben meggyilkolt rendőrre. Baumann Péter 9,5 éve szerelt fel a 11. kerületben, ahol mostanáig szolgált. Járőrként kezdte pályafutását, az elmúlt időszakban pedig már körzeti megbízottként dolgozott. Mind a munkatársai, mind a parancsnokai egy nagyon jó emberként szeretettel voltak iránta, és a szakmaisága is kimagasló volt. A legutóbbi 2021-es teljesítményét kiválóra értékelték parancsnokai. A belügyminiszter hősi halottán nyilvánította, és soron kívül rendőrfőhadnaggyá nevezte ki pénteken Baumann Pétert. Pintér Sándor délelőtt a gyilkosság helyszínén is szemlét tartott, ezután pedig a rendészeti államtitkárral, az országos rendőrfőkapitánnyal és a budapesti rendőrfőkapitánnyal közösen meglátogatták a kórházban lévő 2 rendőrt. A nyomozásban résztvevő főügyész szerint mindhárom rendőr hősiesen teljesítette munkáját, a saját életük kockáztatásával ártatlan civil emberek életét is megmenthették. Amit én a helyszínen megállapítottam, és nem szeretnék előre sietni, de valószínűleg, hogy akár civil emberek életét is megmenthették ezek a rendőrök azzal, hogy áldozatosan és még sebesülten is intézkedtek. Együttérzésünket fejezzük ki a meggyilkolt rendőr családja és családtagjai felé. Gondoskodni fogunk róluk természetesen. Orbán Viktor azzal kezdte pénteki rádió interjúját, hogy együttérzéséről biztosította az elhunyt rendőr hozzátartozóit. Hozzátette, veszélyes szolgálat a rendőrmunka, ezért is kell megbecsülnünk a rendőreinket, el kell őket ismerni és védeni is kell őket. A miniszterelnök kiemelte, Magyarországon nagyon ritkán történik hasonló eset, ami azt bizonyítja, hogy a rendőreink jól végzik a munkájukat. Ez olyasmi, amihez nem vagyunk hozzászokva, ezért megráz és meg is rendít bennünket. Ez azt jelenti, hogy a rendőreink jól végzik a munkájukat. Hogy Magyarországon egy ilyen eset, nem a vállunkat rándítjuk meg, nem azt mondjuk, hogy tegnap is hallottunk ilyet, meg ilyen szokott lenni, meg egyes városrészekben, mint számos nyugat-európai országban, ez szinte napi gyakorlat, hanem azt mondjuk, hogy úristen, mi történt. Ez azt arra emlékeztet bennünket, hogy az életünk azért biztonságos, épp egy bűncselekmény emlékeztet bennünket arra, hogy az életünk valójában biztonságos, ez nagy érték, meg kell becsülni. A tragédia körülményeit a központi nyomozó főügyészségen egy külön nyomozó csoport vizsgálja. A késelőtt pénteken délelőtt kihallgatták, azonban nem tett vallomást, és panasszal élt a gyanúsítás közlése ellen. Több parlamenti párt is részvétét fejezte ki a meggyilkolt rendőr hozzátartozóinak. Közleményben biztosította együttérzéséről a családot az MSZP, a DK, a Jobbik, a Párbeszéd és a Mi Hazánk is. Ugyancsak részvétet nyilvánított Karácsony Gergely főpolgármester is. Az esti gyertyagyújtás helyszínén fejezte ki részvétét Simicskó István. A KDNP frakció vezetője szerint a rendőröket maximális társadalmi megbecsülés illeti. Arról is beszélt, a hasonló helyzetek előfordulását minden eszközzel el kell kerülni a jövőben. Azok az emberek, akik vállalják azt a szolgálatot, hogy az állampolgárok biztonságát szolgálják életük kockáztatásával is, az egy kiemelkedő és nemes hivatás. Minden megbecsülést megérdemelnek, és borzasztóan szomorú és tényleg mélységesen felháborító, hogy ilyen őrültgyilkos van Magyarországon. Én bízom benne, hogy mindent megtesz a rendőrség a jövőben, hogy ilyen ne fordulhasson elő.
Elképzelhető, hogy alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt állt a rendőrökre támadó férfi, erről beszélt az M1-en nyilatkozó szakértő. Vég József kriminálpszichológus azt mondta, a rendőröket kiképzik ugyan a hasonló szituációkra, de a kés ilyen esetekben még veszélyesebb, mint a lőfegyver. A tréninget kiképzik a rendőröket, hogy hogyan kell bánni ilyen emberekkel, csak nagyon nehéz kiszámítani a reakcióját. Ugyanis az egyik legveszélyesebb minden esetben a kés, illetve minden szúró-vágó eszköz veszélyesebb, mint a lőfegyver, mert rejtve tud maradni. Ha elveszik, akkor el kell tenni. Tehát egy a lényeg, hogy nagyon nehéz a támadás szándékot pontosan detektálni és jól válaszolni rá. Mert a másik, amit tudni kell, az, hogy ritkán fordul el ilyen esemény, ezért nem gyakorlottak. Pszichésen is fel kell készülni érzelmileg és ilyen helyzetek kezelésére, nem csak taktikailag. A mostanihoz nagyon hasonló rendőrök elleni támadás történt 2020 szentestéjének napján, akkor is egy őrjöngő férfihoz hívták ki a rendőröket, akiket akkor is késsel támadott meg az elkövető. A járőrpár egyik tagja életveszélyesen megsérült, de azóta felépült. 2020 szentestén Újpesten a Kassai utcában a körülmények hasonlóak voltak a mostani rendőrgyilkosságéhoz. Akkor is egy társasházban randalírozó férfi miatt hívták a rendőröket. A támadó üvöltözött, rúgdosta a lakások ajtaját, az egyikbe be is akart jutni. A helyszínre érkező járőrpár férfi tagjára szinte azonnal rátámadt. Konyhakésével 10-szer szúrta meg. A rendőrtársa megpróbált közbelépni, végül lelőtte a támadót, aki a helyszínen meghalt. A megkíselt rendőrt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A beteg ágyán azt mondta, a támadás alatt és utána is szinte mindvégig magánál volt. Akkor úgy gondolta, hogy a sérüléseit nem élheti túl. Nem kell nagyon tanulnak lenni ahhoz, hogy felső vérzésre itt éreztem magamon. Szinte semmi levegőt nem kaptam, mintha egy hatalmas övvel összeszorították volna a gyomromat, semmi levegőt nem kaptam, és ott a mentőben valahol volt egy pillanat, amikor elájultam. A megszúrt rendőr végül felépült, járőrtársa is támogatta, amíg a kórházban volt. A történtek mindkettejüket megviselték, de 2 hónap után már újra munkába tudtak állni. Láttam rajta, hogy ő aggódik, amikor én onnan kijöttem, akkor egy kicsit megnyugodott. Utána én láttam rajta, hogy mert addig erős maradt, és akkor ő utána kezdett el saját magára figyelni, hogy úristen, nekem is szükségem van a pihenésre, meg a gyógyulásra. A budapesti rendőrfőkapitányság még 2021. februárjában kitüntette Lingvai Pétert és Szarvas Erikát. A fiatal rendőrök később lelkileg is fel tudták dolgozni a munkájuk közben elszenvedett traumát. A rendőrök gyakran kerülnek veszélyes, akár életveszélyes helyzetekbe is. Magyarországon az elmúlt 35 évben 12-en veszítették életüket azért, mert intézkedés közben rájuk támadtak. Levélben fordult a költségvetésért, illetve az oktatásért felelős uniós biztosokhoz Navracsis Tibor az Erasmus ügy miatt. A Magyar Nemzet birtokába került levél szerint a területfejlesztési miniszter azt írta, az egész európai közösségnek kárt okoznak, ha kizárják Magyarországot az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokból. Reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor keményen bírálta azokat a brüsszeli politikusokat, akik a magyar tanulókon állnak bosszút azért, mert Magyarország nem mindenben ért egyet a brüsszeli vezetéssel. A bizottság lépései sértik az alapjogi karta 13. cikkét azzal, hogy programokat, kutatásokat és képzéseket lehetetlenítenek el, illetve intézményeket és tudományos munkatársakat érintenek hátrányosan. Olvasható abban a levélben, amelyet Navracsics Tibor küldött Johannes Hahn és Mária Gabriel uniós biztosoknak. A Magyar Nemzet birtokába került dokumentumban a területfejlesztési miniszter azt írta, a bizottság döntése évtizedes nemzetközi szakmai együttműködéseket rombol le, és korlátozza a tudományos élet szabadságát. Az Európai Bizottság jelenállás szerint a 2024-től induló programokból zárnák ki azokat a magyarországi felsőoktatási intézményeket, amelyek alapítványi fenntartásúak, és ahol a fenntartó alapítvány kuratóriumaiban aktív politikusok foglalnak helyet. Navracsics Tibor levelében úgy fogalmazott, őszinte megdöbbenéssel tapasztalta, hogy az uniós programokban közreműködő magyarországi szervekhez méltánytalan és megalapozatlan tartalmú levelek érkeztek. A miniszter azt kérte az uniós biztosoktól, sürgősen tisztázzuk a félreértéseket, hogy a jövőben ne születhessenek az Európai Uniós intézmények részéről megalapozatlan és jogsértő döntések. Ami az Erasmus ügyben történik a bizottság részéről Magyarországgal szemben,
az elfogadhatatlan és tűrhetetlen. A téma a csütörtöki kormányinfon is többször előkerült. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, a kabinet kész akár jogi útra terelni a kérdést. Az ügyben csütörtökön az Európai Bizottság is megszólalt. Újvári Balázs a testület szóvivője szerint világosan benne van a bizottság korábbi 17 pontos követelései között ez a téma. Micsoda ember az, aki bosszút áll a más ember gyerekén vagy a fiatal nemzet? Ez micsoda dolog ez? Tehát ilyen emberek vannak Brüsszelben, képzelje ezt el. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, az ügy valójában sokkal többről szól, mint az Erasmus program. A miniszterelnök hozzátette, Brüsszelben kormányváltást akartak. Van egy elképzelésük a jövőről, amely más, mint amit a magyarok gondolnak, például a migrációról és a gyermekek neveléséről. Ezért jött létre a dollár baloldal. Megvásárolták a magyar baloldalt, adtak nekik pénzt, buktassátok meg a kormányt, nyerjétek meg a választást, mi ebben segítünk nektek, utána pedig hajtsátok végre, amit mi kérünk tőletek Brüsszelből. Ez volt a játék neve. Csak a magyar nép másképpen döntött. A miniszterelnök azt mondta, a választási eredményektől függetlenül most mégiscsak megpróbálnak rászorítani minket arra, hogy azt tegyük, amit Brüsszelből helyesnek gondolnak. Azt gondolni Brüsszelbe, hogy nélkülük nem kell föl a nap, hogyha a kiskakas nem kukorékom, majd nem kell föl a nap, ez teljes félreértés. Most ők ezzel szembesülnek. Én úgy gondolom, hogy ez a frusztráció, brüsszeli frusztráció csapódik le az Erasmus ügyben is. Azért ütik a gyerek, azért akarják ütni a gyerekeinket, mert nem tudnak mire menni a kormánnyal. A kormány korábban bejelentette, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a jövő héten Brüsszelben tárgyal az ügyről. Sorban mondanak le a brüsszeli korrupciós botránnyal kapcsolatba került EP politikusok. Tegnap ketten Marie Arena és Marc Tarabella jelentette be távozását, mindketten belga szocialista politikusok. Közben egyre több hazai baloldali politikusról is kiderül, hogy kapcsolatban voltak Eva Kaili-val. Az Origo ma azt írta, bár decemberben még letagadta a Gyurcsány párthoz húzó Újhelyi István, képek bizonyítják, hogy ő is feltűnően jóban van a brüsszeli korrupciós botrány főszereplőjével. Személyesen semmilyen kapcsolatban nem voltam az érintett képviselőkkel és szakértőkkel, nyilatkoztam még december elején a baloldali Eva Kaili nevével fémjelzett brüsszeli korrupciós botrány kirobbanása után szinte azonnal Újhelyi István baloldali EP képviselő. Az Origo viszont olyan fotókat tett közzé róla, amelyekből szerintük kiderül, nem csak kapcsolatban állt Eva Kailival, hanem feltűnően jó viszonyban is voltak. Ugyanis Újhelyi István az alelnöke volt egy olyan csoportnak, amelynek Eva Kaili volt az elnöke. De konferenciát is szerveztek együtt Brüsszelben, ahova soros szervezeteket és magyar baloldali médiumokat hívtak meg. Az Origo úgy összegez, Újhelyi István állítása, hogy semmilyen kapcsolatban nem volt a súlyos korrupciós botrányba keveredő Eva Kailival, egyszerűen hazugság volt. Az Origo szerint Gurmai Zita szocialista politikus is kapcsolatban állt Eva Kailival. A portál által bemutatott képeken az MSZP-s politikus elismeréssel hallgatta Eva Kailit. Gurmai Zita erre úgy reagált, az MSZP-ben és az Európai Szocialisták pártjában zéró tolerancia van a korrupcióval szemben. Lapinformációk szerint Eva Kaili kiváló kapcsolatban van Dobrev Klárával is, hiszen Gyurcsány Ferenc feleségének buzdítására szavazott meg tavaly egy Magyarország elleni jelentést. Az EU fennállásának legnagyobb korrupciós botránya tavaly decemberben robbant, amikor a belga rendőrség letartóztatta Eva Kaili görög baloldali politikust, az EP alelnökét és hozzá közel álló személyeket, illetve más jellemzően baloldali EP képviselőket. A hatóságok 1,5 millió eurót, 600 millió forintot találtak, illetve az is felmerült, hogy Eva Kailinak és családjának panamai számlákon 20 millió eurója, mintegy 8 milliárd forintja lehet, és akár ez a pénz is érkezhetett katari és marokkói utalásokból. Eva Kaili luxus ingatlanokon keresztül próbálhatta tisztára mosni a korrupcióból származó elképesztő összegeket. A Metropol szerint a bukott baloldali politikus Görögországban 3, Brüsszelben pedig 1 nagyértékű lakást vásárolt, és Páros szigetén is befektetett 5 milliárd forint értékű eurót egy 9 hektáros birtokba, ahol egy 500 négyzetméteres villát akart építeni. A lap azt írja, Eva Kaili és élettársa Francesco Giorgi egy ingatlan ügynökséget alapított, amelynek célja a görög hatóságok szerint pénzmosás volt, ugyanis irreálisan alacsony áron vásároltak ingatlanokat, a valódi vételár pedig zsebbe vándorolt. Ezt a baloldali politikus élettársa már részben be is ismerte. Az Európai Parlament hitelességét alásó korrupciós ügynek akár 60 elsősorban baloldali érintettje lehet. És egyre több európai parlamenti politikusról derül ki, hogy kapcsolatba hozható a botránnyal.
A Politico írt arról, hogy lemondott az EP emberi jogi albizottságának belga szocialista elnöke. Maria Arena neve már többször felmerült a vesztegetési ügyben, hiszen az asszisztense Francesco Giorgi Eva Kaili élettársa volt. Ráadásul ő is elfogadott egy luxusutat Katarba, illetve az öbölmenti ország javára befolyásolhatta a bizottságát. Mark Tarabella is bejelentette távozását, aki az arab félszigettel való kapcsolattartás egyik felelőse volt. A belga szocialista politikus mentelmi jogát már korábban felfüggesztették, miután a vádak szerint kenőpénzt fogadott el Katartól és Marokkótól. A magyarok többsége szerint korrupt a brüsszeli vezetés, ez derül ki a Nézőpont intézet kutatásából. A felmérésből az látszik, hogy a magyarok több mint fele korruptnak tartja az Európai Unió vezetését, és még a kormánykritikus szavazók egyharmada is megvan erről győződve. A Nézőpont intézet azt írta, miközben az Európai Parlament a korrupcióra hivatkozva tartana vissza uniós forrásokat, éppen története legnagyobb korrupciós botránya ássa alá Brüsszel hitelességét. Egész Európa, nem csak Magyarország, beléptünk a veszélyek korába, jelentette ki a reggeli rádióinterjúban Orbán Viktor. A miniszterelnök kifejtette, a kormány célja, hogy elkerüljük a recessziót és egy számjegyűre csökkenjen az infláció. Rámutatott, hamisak voltak azok a baloldali hangok, amelyek összeomlást vizionáltak. Ehhez képest Magyarországnak soha nem voltak akkora pénzügyi tartalékai, mint amit az elmúlt 3 hónapban a kormány összehozott, és soha nem dolgoztak olyan sokan Magyarországon, mint 2022-ben. A magyar gazdaság jól vizsgázott, a rendkívüli körülmények, a válságkörülmények közepette. Hatalmas bravúr, hogy minden nehézség ellenére a magyar gazdaság növekedési pályán tudott maradni. Erről beszélt Szijjártó Péter, a Nestlé Hungária Kft. 140 milliárd forintos kapacitás bővítő beruházásának bejelentésén. A Vasvár megyei Bükkön épülő több mint 35 ezer négyzetméteres új gyártóüzem és ultramodern automata raktár mintegy 250 új munkahelyet teremt majd. Az állateledel gyártó központ kapacitása a beruházással jelentősen 30%-kal bővül. A teljes foglalkoztatás megőrzése és Európa legalacsonyabb adóinak fenntartása alapvető nemzetgazdasági célkitűzés marad, mert ez a kettő tudja biztosítani számunkra azt, hogy az országba irányuló beruházási ütemet fent tudjuk tartani, és ez jelenti a garanciát arra, hogy az európai gazdasági recesszióból vagy stagnálásból ki tudunk maradni. Szijjártó Péter emlékeztetett, 2022-ben ismét megdőlt a beruházási rekord, amely elérte a 2600 milliárd forintot, méghozzá úgy, hogy minden idők legnagyobb beruházása csak idén fog megkezdődni. Egész Európa, nem csak Magyarország, beléptünk a veszélyek korába. Nem zárható ki, hogy 2022-re úgy emlékezünk majd vissza, mint arra az évre, amikor beléptünk a veszélyek korába. Erről beszélt Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, Magyarország azonban az összes veszélyre aktívan reagált. Történelmi csúcson vannak a pénzügyi tartalékaink. Az országnak soha nem voltak akkora pénzügyi tartalékai, mint amit az elmúlt 3 hónapban a kormány összehozott, folytatta a kormányfő. A munka van, minden van. Orbán Viktor hozzátette, 1 millióval több munkavállaló dolgozik jelenleg Magyarországon, mint 2010-ben. Soha nem dolgoztak olyan sokan Magyarországon, mint éppen ebben a 2022-es évben. Ha ezt az évet megnézi, akkor azt fogja látni, hogy a Magyarországról érkező beruházások szemben a brüsszeli szándékkal, amely pénzügyileg sarokba akart bennünket szorítani, a Magyarországról érkező beruházások sohasem voltak olyan magasak egy évben, mint éppen 22-ben, és én biztosan mondhatom önnek, hogy 2023-ban még magasabbak lesznek. Újabb rekordot fogunk dönteni. Tavaly egész évben átlagosan 14,5%-kal nőttek az árak Magyarországon a KSH pénteki közlése szerint. Orbán Viktor azt mondta, ha valaki végre kimondaná Brüsszelben, hogy a szankciókat elszúrták, akkor az energiaárak azonnal leesnének, és vele együtt az infláció is megfeleződne. A kormányfő ugyanakkor hozzátette, az idei év egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az év végére egy számjegyűre kell leszorítani az inflációt. Ezt közöltem a jegybank elnökkel is, és a pénzügyminiszterrel is, hogy ez Magyarország, illetve a kormány elvárása az ő irányukba. Ez szerintem lehetséges, és jó esélyünk van, hogy meg is valósítsuk. A
Második fontos cél, hogy mi nem kerülhetünk azon országok közé, azon európai országok közé, amelyek a gazdasági teljesítménye 23-ban kisebb lesz, mint 22-ben volt. Ezt hívják recessziónak. Orbán Viktor úgy fogalmazott, miközben a válságot kezelni kell, a nagy nemzeti céljainkat nem adjuk föl, vagyis a családtámogatási rendszert és a munkahelyvédelmi eszközöket is bővítjük. A veszélyek korában a türk államok fontos partnereink, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután a Karmelita Kolostorban fogadta a türk államok szervezetének főtitkárát. A tárgyaláson elhangzott, a veszélyek korában különösen fontos, hogy minél több szövetségesi és partneri kapcsolatot építsünk ki a világban. A keleti nyitás politikájára is utalva a miniszterelnök azt mondta, mindenkit érdekelti akarunk tenni abban, hogy Magyarország sikeres és biztonságos ország legyen. Az orosz-ukrán háború súlyos következménye a kelet-nyugati együttműködés nehézsége, jelentette ki Szijjártó Péter, miután egyeztetett a türk államok szervezetének főtitkárával. A külügyminiszter azt mondta, a háború miatt felértékelődik Európa és a közép-ázsiai térség együttműködése, mivel szükség van új szállítási útvonalakra és új beszállítói láncokra, hogy Magyarország fent tudja tartani a jelenlegi gazdasági modellt. Mi magyarok itt Európa közepén nem akarunk új hidegháborút, nem akarunk új vasfüggönyt, nem akarjuk a kelet-nyugat hosszú távú szembenállását, nem akarjuk kelet és nyugat elszigetelődését. Ugyanakkor a realitás az ami, és ez a realitás most felértékeli az Európa és a közép-ázsiai térség együttműködését. Fontos, hogy a magyar felsőoktatás vonzó legyen a külföldi diákok számára is, ezt mondta Szijjártó Péter, miután tárgyalta a török oktatási miniszterrel. Aláírtak egy megállapodást is, amely szerint 150-ről 200-ra növelik a török hallgatóknak adható ösztöndíjas helyek számát a magyarországi egyetemeken. Szijjártó Péter stratégiai jelentőségűnek nevezte a magyar-török kapcsolatot, különösen napjainkban, az ukrajnai háború időszakában. A magyarországi kormányzati stratégiai cél az, hogy a magyar felsőoktatás nemzetközi szinten is versenyképes legyen. Na most ez nyilvánvalóan nemzetköziesítés nélkül nem megy. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy a magyar felsőoktatás vonzó legyen a külföldi hallgatók körében is. Magyarország példa a világ többi konzervatív országának, ezt mondta az Alapjogokért Központ főigazgatója, akit az Egyesült Államok egyik legnézettebb konzervatív hírcsatornáján kérdeztek. Szántó Miklós az interjú részleteiről közösségi oldalán számolt be. Úgy fogalmazott, hazánkban nem csak beszélnek a hagyományos értékek védelméről, de azoknak a gyakorlati politikában is érvényt szereznek. Van mód arra, hogy megvédjük zsidó-keresztény örökségünket, nemzeti identitásunkat, szuverenitásunkat, a családot és a gyermekeket. Magyarország vezető szerepet játszhat, hazánk szolgálhat a konzervatív erők motorjaként vagy iránytűjeként az egész világon. Hiszen látjuk, hogy a mi alapértékeink és az Istenhaza család hármas egysége a balliberális oldal állandó támadásának vannak kitéve. Magyarország példája azt mutatja, hogy van mód arra, hogy ezt a harcot megvívjuk. Az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy csapataik elfoglalták a donyecki Szoledárt, az ukrán hadsereg szerint azonban még nem szorították ki erőiket a városból. Ha Moszkva állítása igaz, akkor az elmúlt fél év legnagyobb harctéri sikerét érték el. Szoledárért már napok óta heves küzdelem folyik, amely mindkét oldalon nagy veszteségeket követel. Az orosz állami televízió csütörtökön közölt felvételeket, állításuk szerint arról, ahogy a Wagner nevű zsoldos csoport tagjai Szoledár házai között haladnak előre. A felvételeken az is látható, ahogy az egyik épületre kitűzik a csoport zászlaját. Pénteken pedig már az orosz védelmi minisztérium is bejelentette, hogy elfoglalták a várost, amely Moszkva legnagyobb harctéri győzelme lenne az elmúlt fél évben. Január 12-én csütörtökön este befejeződött Szoledár felszabadítása. A város fontos a donyecki előrenyomulás szempontjából, lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az ukrán erők utánpótlását a délnyugatra fekvő Bahmut felé, illetve az ott állomásozó ukrán hadosztályok bekerítését, fogalmazott a moszkvai védelmi tárca szóvivője.
A BBC azonban arról számolt be, hogy a kijevi védelmi miniszter helyettes szerint csütörtök éjjel és péntek hajnalban továbbra is hevesek voltak a harcok Szoledárban. Ukrajna keleti katonai parancsnokságának szóvivője pedig a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy csapataik még a városban vannak, amely nincs orosz irányítás alatt. A Pentagon szóvivője ugyanakkor nem tartja kizártnak, hogy az oroszok valóban elfoglalják a települést, de Washington szerint ez nem befolyásolja a harcok menetét. Ennek nem lesz stratégiai jelentősége, nem hátráltatja és nem is lassítja az ukránokat abban, hogy visszaszerezzék a területeiket, jelentette ki John Kirby. Az ukrán hadvezetés pedig attól tart, új front is nyílhat Fehér-Oroszország felől. A határ közelében az ukrán hadsereg folyamatos készültségben van, és hadgyakorlatokkal készülnek az esetleges támadásra. Belarusz területén ugyanis most is állomásoznak orosz csapatok, és ők is lőszergyakorlatot tartottak, amelyen az orosz szárazföldi erők parancsnoka tartott szemlét. Az orosz hadügyminisztérium közleménye szerint a gyakorlat része annak a közös kiképzésnek, amelyről még decemberben állapodott meg Moszkva és Minszk. Az orosz védelmi tárca pedig már azt is bejelentette, hogy január közepétől több mint két héten át közös taktikai repülési kiképzést tartanak Fehér-Oroszországgal. Egyre több olyan migráns bukkan fel Magyarország déli határainál, akit korábban már kitoloncoltak Európa valamely országából. Az MH stábjának Nagy Kikindán nyilatkozott egy szenegáli férfi, akit korábban Franciaország kiutasított. Most azt mondja, nem adja föl, újra megpróbál oda jutni. Reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor azt mondta, a 2015-ös migrációs nyomáshoz hasonlítható a mostani bevándorlási helyzet. A Nagy Kikindai befogadó központ előtt sétálnak a migránsok, arra várnak, hogy embercsempészek segítségével elhagyhassák Szerbiát, és Magyarországon átszökve bejuthassanak az Európai Unió más országaiba. Ez a migráns egy budapesti tornaklub kabátját viseli, valószínűleg már járt Magyarországon. A Szerbiában tartózkodó migránsok között egyre többen vannak olyanok, akiket más országokból már kitoloncoltak. Vissza akarok menni Franciaországba, hosszú az út, de lépésről lépésre haladok előre. Először Szabadkára megyek, onnan pedig Budapestre, ott majd veszek jegyet a vonatra, és elmegyek Németországba, Luxemburgba, onnan pedig Franciaországba. Meg lehet, hogy megint elkapnak a rendőrök, de én akkor is eljutok a budapesti pályaudvarra. Nyilatkozta egy szenegáli férfi, a kis stábunk kérdésére, hogy van-e útlevele, csupán a zsebeit tapogatta, míg végül kimondta, hogy okmányok nélkül indultak útnak. Egy év alatt duplájára nőtt az illegális határátlépési kísérletek száma Magyarországon. Tavaly több mint 260 ezer migráns próbált meg átjutni a határzáron. Egyre kíméletlenebb módszereik vannak. Létrákkal, kövekkel, gépfegyverekkel érkeznek. Egy év alatt több mint 400 alkalommal követtek el támadást a határvédők és a határvédelmet biztosító tárgyak ellen. Alig két hónapja történt, hogy a szerbiai Horgoson a migránsokból élő bűnözői csoportok embercsempészek támadtak egymásra, gépfegyverekkel jelentek meg és tüzet nyitottak a falu központjában. A déli határ szerbiai oldalán ezzel együtt 24-szer indítottak sortüzet migránsok vagy embercsempészek, és 104 alkalommal adtak le lövéseket. Határainkon a nyomás az nagyjából most már akkora, mint a nagy 2015-ös migrációs invázió idején volt. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a migrációs nyomás folyamatosan nő a határainkon. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, Brüsszelnek van egy elképzelése a jövőről, ami más, mint amit a magyarok gondolnak róla. Ők azt gondolják, hogy Európát meg kell változtatni, sokszínűvé kell tenni, és be kell engedni először is a migránsokat, mert az jó. És ők be is engedik, milliószám. És aki meg ezt nem teszi, mint a magyarok, mert szerintünk ez nem jó, hanem rossz, és mi egyáltalán nem akarunk együtt élni a migránsokkal, mi magunkkal szeretnénk együtt élni, mi védekezünk ez ellen. Ezt ők helytelennek látják, rá akarnak bennünket szorítani. De ezt a kormányt, a nemzeti kormányt Magyarországon eddig erre nem sikerült rászorítani. Annak ellenére, hogy a szerb oldalon a rendőrségi razziák miatt jelenleg csökkent a migránsok száma, egy nap alatt még így is több mint 370-en próbáltak meg illegálisan Magyarország területére jutni. Már különleges ügyész vizsgálja az Egyesült Államok elnökénél előkerült titkos iratok ügyét. Joe Biden a hét elején ismerte be, hogy még novemberben, majd december végén is titkosított aktákat találtak otthonában és egy korábban használt irodájában. A republikánusok szerint a kongresszusnak kell kivizsgálnia az ügyet.
A napok óta lázban égő sajtóképviselője előtt csütörtök este az Egyesült Államok főügyésze jelent meg. Azért vagyok ma itt, hogy bejelentsem Robert Hur különleges ügyész kinevezését az Igazságügyi Minisztérium ilyen ügyekre vonatkozó szabályozása alapján, jelentette be Merrick Garland. Az Igazságügyi Minisztérium egykori ügyésze, aki a Trump kormány idején ügyvédként dolgozott Marylandben, most arra keresi majd a választ, történt-e minősített dokumentumok jogellenes eltávolításával és megőrzésével kapcsolatos bűncselekmény. Joe Biden egyik irodájában és otthonában is találtak titkos dokumentumokat még tavaly. Az elsőt novemberben, a félidős választások előtt egy nappal, a másikat közvetlenül karácsony előtt az elnök otthoni garázsában. A közvélemény azonban mindenről csak a héten értesült, a Fehérház azóta is próbálja csillapítani a kedélyeket kisebb-nagyobb sikerrel. Donald Trump ügyében is egy különleges ügyész vizsgálódik azután, hogy floridai otthonában tavaly nagy mennyiségű titkosított dokumentumot találtak. Kevin McCarthy, az Egyesült Államok képviselőházának nemrég megválasztott republikánus elnöke szerint az ügyet a kongresszusnak is ki kell vizsgálnia. McCarthy képmutatással vádolta az elnököt, aki korábban felelőtlennek nevezte elődjét, a Biden adminisztrációt pedig azzal, hogy a törvényt és a jogot politikai meggyőződések alapján kezeli. Trump elnökkel másképp bánik, mint Biden elnökkel, ezért kell a kongresszusnak kivizsgálnia az ügyet, mondta a képviselőház elnöke. A demokraták ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy Donald Trump annak idején vonakodott átadni az aktákat a hatóságoknak, ami az igazságszolgáltatás akadályozását jelentheti. Joe Biden viszont a kezdetektől fogva együttműködött velük. A republikánusok közben azt követelik a demokrata elnöktől, hogy adjon ki listát mindazokról, akik megfordultak Delaware-i otthonában. Úgy fogalmaztak, tudniuk kell, hogy kik férhettek Joe Biden közelébe. Ezt azzal nyomatékosították, hogy egyértelműen nemzetbiztonsági ügynek nevezték a látogatói naplókat. Feszülten reagált a jászberényi baloldali polgármester jelölt, amikor az amerikai kampánypénzekről kérdezték. Budai Loránt azt elismerte, hogy 500 000 forintot kapott a kampányra Márki-Zay Péteréktől, de arra a kérdésre már nem válaszolt, tudja-e, hogy ez a pénz honnan van. Márki-Zay Péter néhány napja szólta el magát, amikor arról beszélt, hogy a jászberényi baloldali kampányt is amerikai pénzből támogatják. Hónapok óta tapintható a politikai feszültség Jászberényben. A baloldali belháború odáig vezetett, hogy a DK nem vesz részt a hétvégi időközi önkormányzati választáson, és nem támogatja Budai Loránt, jobbikos polgármestert és csapatát az újrázásban. Törvénysértő, gyáva és alkalmatlan, ezt még tavaly decemberben írta Gedei József ex-alpolgármester közösségi oldalán a várost vezető Budai Lórántról. A két balliberális politikus közti konfliktust az okozta, hogy a Demokratikus Koalíció 2019-ben visszaléptette Gedeit Budai javára, ám az utóbbi a 2021-es előválasztáson nem viszonozta a gesztust. A gyurcsánypárti Gedei József most úgy látja, Budai Loránt alkalmatlan a közösen vállalt programjuk megvalósítására, alkalmatlan arra, hogy képviselőtársaival együttműködve fellépjen a Jászberényt fenyegető veszélyekkel szemben. A város jobbikos polgármestere a viták sokasodása miatt felgyülemlett stresszt a konditeremben vezeti le. Szerinte, ha erősen gyúr, az segít neki rendet tartani a fejében is, írta nemrég kis videója mellé közösségi oldalán Budai Loránt. Ki fogjuk egészíteni a gyűjtést? A baloldal bukott miniszterelnök jelöltje nem sokat tétlenkedett. Márki-Zay Péter a kialakult belviszály miatt azonnal Budai Loránt polgármester és a helyi Lokálpatrióta Egyesület támogatására szólította fel híveit. De a hódmezővásárhelyi polgármester más módon is segít. Saját bevallása szerint újfent amerikai pénzekkel. Miért nem támogatják önök az amerikai kampánypénzekből? És támogatjuk. És mennyivel támogatják, ezt elárulja? Mi szeretnénk a gyűjtéssel együtt, mi ki fogjuk egészíteni a gyűjtést, de én 1 000 000 forintot szeretnék összegyűjteni a jászberényeknek. Korábban Márki-Zay Péter vallotta be, hogy a baloldal több mint 1,8 milliárd forintnyi támogatást kapott. A Korányi Dávid vezette Action for Democracy nevű szervezeten keresztül
Amerikából. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Budai Loránt a Klik TV-nek adott minapi interjúban először elismerte, hogy a vasárnap esedékes helyi önkormányzati választásokra készülve szívesen elfogad bármilyen támogatást. Mennyi pénzt kapott az Egyesült Államokban? Egyetlen egy fillért, eurót és dollárt sem. Később azonban ezt a kijelentését már úgy magyarázta Bohár Dániel riporter kérdésére, ő nem tud az úgynevezett guruló dollárokról, csak forintba jutott hozzá a kampánypénze. Kaptunk pénzt, 500 ezer forintot, nem amerikai dollárt. Mondta, hogy amerikai pénzből támogatja őket. De akkor milyen pénzt kaptak, tudja? 500 ezer forintot kaptunk. De milyen pénz az az 500 ezer forint? Magyar forint. De honnan tudja? Goodbye! Amit most Jászberényben látunk, az mondhatni, hogy az ellenzéki oldalnak az állatorvosi lova. Míg 2019-ben több településen is többségbe került a baloldali összefogás, addig mostanra már kiderült, a nagy koalíció összetartására és a városok irányítására alkalmatlanok az érdekkülönbségeik miatt, Nagy Ervin szerint. A 21. század intézet elemzője az M1-en azt mondta, Gyurcsány Ferenc nem csak országosan, hanem vidéken is igyekszik letolni riválisait a politikai pályáról. Felszalámizza a többieket, és megpróbál olyan helyzetet teremteni, hogy a dominanciájával, az erőjével éljen. Mondhatni azt is, hogy Gyurcsány Ferenc a demokratikus koalíciót a szétesett baloldalból építi újjá, vagy egyre nagyobbá. Budai Loránd mellett a vasárnapi megmérettetésen további három polgármester jelölt indul. László Péter a Mi Hazánk jelöltje, a Független Nagy Tímea, és az ugyancsak független, de a Fidesz-KDNP által is támogatott Besenyi Orsolya. A DK szerint nem igaz, hogy csak elháríthatatlan külső körülmények okozzák a hazai inflációt. Bodnár Zoltán szerint a pénzromlás már a háború előtt felgyorsult Magyarországon. A fogyasztói árak növekedése már a Covid-járványt és a területszerző orosz agressziót megelőzően is 2,5-szerese volt az európai átlagnak, és ilyen is maradt, miközben a járvány és a háború gazdasági hatásai nem csak Magyarországot, hanem az összes uniós tagországot érintették. Az MSZP azt javasolja, hogy csökkentsék 0%-ra az alapvető élelmiszerek áfáját. Koros Lajos szerint a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján mért inflációs ráta meghaladja a nyugdíjemelés mértékét. Az alapvető élelmiszerek áfáját 0%-ra kell a kormánynak csökkenteni, a háztartási energia áfáját pedig 5%-ra. Vissza kell állítani a rendszerhasználati díjakat. Az energetikai alapszolgáltatást pedig be kell vezetni minden magyar háztartásra vonatkoztatva. A magas inflációt és az áremelkedéseket azok a káros szankciók okozzák, amelyeket Brüsszel erőltet, és a dollár baloldal is vakon támogat amerikai dollárokért cserébe. Így reagált Koros Lajos és Bodnár Zoltán nyilatkozatára a Fidesz. A kormánypárt emlékeztet, a dollár baloldal egy olyan intézkedést sem támogatott, amelyek védik a magyar embereket. Példaként említik a rezsicsökkentést, a nyugdíjemelést, a 13. havi nyugdíjat és az árstoppokat. A Jobbik adóstopp bevezetését javasolta a kormánynak. Zé Kárpád Dániel szerint a válság miatt befolyó extra adóbevételeket nem szabad beszedni, az alapvető élelmiszerek áfáját pedig nullára kell csökkenteni. Követeljük, hogy ez a plusz bevétel maradjon a magyar családoknál, tehát hirdesse ki az Orbán kormány, hogy stoppot rendel el, nem akar több adót beszedni, mint amennyit eredetileg tervezett még a költségvetés tervezésekor. Az LMP azt követeli, hogy a kormány vonja vissza a pedagógusok szankcionálásáról szóló rendeletet. Csárdi Antal szerint az, hogy a szabályszegő tanárok a tanév végéig is elbocsáthatók, ellent mond a munkatörvénykönyvének, amely csak 15 napon belül ad erre lehetőséget. Ez a rendelkezés, ez nincs jól, és vissza kell vonnia a magyar kormánynak, mert egyszerűen szembe megy alkotmánnyal és minden mással. A Párbeszéd kikéri az illetékes kormányhivataltól a Recskibánya beruházás környezeti hatás tanulmányát. A baloldali törpepárt szerint a beruházás folyamatos robbantásokkal járna. A helyi lakókkal és a helyi döntéshozókkal egyaránt egyeztetünk annak érdekében, hogy ez a bányaberuházás csak és kizárólag abban az esetben valósulhasson meg, indulhasson el, hogyha garantálják, hogy a helyiek érdekeit fogja szolgálni, és a lehető legkisebb környezetkárosítással jár csak.
Versenyképes fizetést követel a pedagógusoknak a Mi Hazánk. A párt ifjúsági szervezetének alelnöke szerint a pedagógus bérek felzárkóztatását, valamint az iskolák megfelelő fűtését hazai költségvetésből is meg lehetne oldani. A Mi Hazánk és a Mi Hazánk ifjai követeli a tanárok megbecsülését, az Európai Unión belül is versenyképes pedagógus béremelést, valamint az oktatás nemzetstratégiai ágazatként való kezelését, ugyanis oktatás nélkül Magyarországnak nincs jövője. Napról napra nő a forgalom az orvosi rendelőkben az influenzás megbetegedések miatt. Tegnap jelentette be a Nemzeti Népegészségügyi Központ, hogy már járvány van, miután egy hét alatt 50%-kal nőtt az új esetek száma. Szakemberek szerint még most sem késő beadatni a védőoltást, de a megelőzés, a gyakori szellőztetés és a kézmosás is fontos. Alapos kikérdezés. 4 hét. Vércukormérés. Ezt jó, hát tetszik hagyni, vagy ezt, amit ön... Meglátjuk. Gyógyszerbeállítás. Folyamatosan érkeznek a betegek ebbe a kecskeméti rendelőbe. A téli hónapok alatt rengeteg betegség veszélyezteti az egészséget, de az egyik legnagyobb problémát most az influenza járvány jelenti. A vírus ellen a leghatásosabban a megelőzésen túl oltással lehet védekezni. Még nem vettem föl, de gondolkodom rajta, mert hát ez a vírus nagyon-nagyon erős, és majd még gondolkodom, hogy lehet, hogy fölveszem azért, mert hát előzőleg ugye ez a borzasztó vírus, ami történt, azért érdemes fölvenni. Itt van nálam. Az év első hetében csaknem 162 000 fordultak orvoshoz akut légúti fertőzéssel, közülük 19 000 embernél influenza-szerű megbetegedést diagnosztizáltak. A Magyarországon forgalmazott influenza elleni oltóanyagok nem okoznak betegséget, csupán felkészítik az immunrendszert a védekezésre. Megpróbáltunk felkészülni minden járványos időszakra, és ennek természetesen része volt az a fajta kampány is, hogy az oltásokat, a védőoltást népszerűsítettük. Szintén évek, évtizedek alatt kialakult az a gyakorlat, hogy már az oltóanyag átvételét megelőzően megpróbáljuk a pacienseinket tájékoztatni, hogy érkezni fog, számítsanak rá, tájékoztatjuk őket, hogy kik azok, akiknek érdemes felvenni. Az influenzával regisztrált betegek egyötöde 14 év alatti gyermek, 33%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. Nagyjából ugyanennyien 35-59 évesek, 15%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozik. Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője kiemelte, hogy még most is érdemes kérni az influenza elleni védőoltást, mert van még idő a védettség kialakulására. Ebben az évben is 1.300.000 adag vakcina állt rendelkezésre a térítésmentes oltásokhoz, a kockázati csoportok számára. Gyakorlatilag az oltóanyagnak mintegy fele már elfogyott, de még semmi nem tiltja azt, hogy továbbra is, aki még eddig nem oltotta be magát, különösen a kockázati csoportba tartozók, gondolok itt a krónikus betegekre, 60 éven felüliekre, hogy kérjék az influenza elleni oltást. Nem csak az influenza, de az óriás sejtes vírussal, az RSV-vel fertőzöttek száma is emelkedett az elmúlt héten. A koronavírussal regisztráltak száma viszont jelentősen csökkent. Megkezdte működését Commodore, az ország legerősebb számítógépe. Teljesítménye nagyjából 50 000 laptopénak felel meg. A hazai oktatást és kutatást segíti majd, de hasznos lesz még például az időjárás előrejelzés, a klímakutatás, vagy éppen a közlekedés szervezés területén is. Ilyen a 14 tonnás Commodore kívülről, és így néz ki belülről. Ez Magyarország legerősebb számítógépe, világviszonylatban pedig az előkelő 199. helyen van. A géphez egy szalagkönyvtárrendszer is tartozik. A robot kivesz egy szallagot, beteszi az olvasóba, az olvasó nagyon gyors sebességgel azonnal el tudja juttatni a szuperszámítógép irányába, és ezzel az adatokkal a kutatókra tudnak dolgozni. A gyors adatfeldolgozáshoz pedig 300 processzor járul hozzá a Commodore szuperszámítógépben. Úgy kell elképzelni, hogy 2-3 PC-t, hogyha összetudnánk olyan nagy sebességgel kötni, hogy ezek együtt dolgozzanak, azt tud egyetlen egy ilyen dobozban található kis
processzornak a teljesítményét kihozni. A magyar szuperszámítógép teljesítménye 5 petaflops, vagyis olyan, mintha 50 ezer laptop dolgozna egyszerre ugyanazon a feladaton. A gép fejlesztése és telepítése 4,7 milliárd forintba került, és egyszerre segíti majd a felsőoktatást, valamint a gazdasági élet szereplőit. Leginkább azok, akiknek nagy számítási kapacitása van szükségük, akik képesek nagy sok adatot előállítani, vagy képesek olyan modellezéseket végezni, amelyekhez korábban akár egy egész kutatói élet kellett. Ezt most néhány perc alatt megoldja a szuperszámítógép. A Commodore bárhonnan elérhető az országból biztonságos, másodpercenként 100 gigabit sávszélességen. A gép a Debreceni Egyetemen kapott helyet, így az itteni oktatást közvetlenül is segíti. Kicsit motorja az innovációnak, a tudománynak. Ez körülbelül 100 kutató az, aki csak a Debreceni Egyetemből használja ezt az infrastruktúrát, és az informatikai kar pedig erre alapozza részben az adattudományi képzését, a mesterséges intelligencia képzését és a mesterséges intelligencia kutatásokat is. A szuperszámítógép használata közben rengeteg hő termelődik, amit a debreceni városi úszoda fűtésére használnak fel. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a közmédia dalválasztó műsorába, a Dal 2023-ba, így még több mint egy hétig, jövő vasárnapig lehet jelentkezni. A Duna produkciójába tavasszal ismét 40 dal juthat be, pályázni legfeljebb 3 perces magyar nyelvű alkotással lehet, amely legkorábban tavaly augusztus 20-a után került kereskedelmi forgalomba, vagy még egyáltalán nem hangzott el. A pályázat részletes feltételei a dal.hu weboldalon is megtalálhatók. További híreink pedig a mi weboldalunkon a hiradó.hu címen olvasható. Már is érkezik Dedecsik Ferenc a Nemzeti Sporthíradóval, majd jön az időjárás jelentés, tartsanak ma este is velünk.